költők között zenész, zenészek között költő vagyok. Így jellemezte magát korábban műsorunk mai vendége, aki saját elnevezésével élve daltulajdonosként 5 évszázad magyar költészetéből merített 2000 dalával több mint 50 éve járja az országot határon innen és túl. Most a névjegye következik, és azután beszélgetünk itt a stúdióban. 1967. januárjában elindultam otthonról, stoppal elmentem, mert egyedül maradtam. Dinnyés József 1963-ban kezdett énekelni. 1966-ban alapító tagja és dalszövegírója volt az első magyarul éneklő szegedi zenekarnak, az Angyaloknak. 1967-ben Karrier című Veres Miklossal közösen írt dalával lett országosan ismert, amellyel második helyezést ért el az első magyar Polbeat fesztiválon. Egyszálgitáros, szájharmonikás közéleti témákat megéneklő dalai miatt egy ideig magyar Bob Dylanként emlegették. Később egyre inkább a magyar költészet felé fordult. Az 1970-es években egyrészt a vers megzenésítések és a saját dalok kettőssége jellemezte műsorait. Másrészt az a furcsa helyzet, hogy miközben számtalan koncertet adott országszerte, a magyar hanglemezgyártó vállalat egészen 1985-ig mégsem volt hajlandó lemezt készíteni vele. 1985-ös lemezéről még ekkor is kicenzúrázták a címadó Határtalanul című dalt. Az 1990-es években magánkiadásban kezdte el megjelentetni a hosszú évek során összegyűlt szerzeményeit. 5 évszázad magyar nyelvű költészet verseiből előadás sorozatot szerkesztett. Szabadiskolát alapított, melynek keretein belül a történelem, irodalom és a zene hármasságát mutatja be az érdeklődő kis közösségeknek. Dinnyés József pedig itt van a stúdióban. Felidézzük majd a múltat, persze, mert ez mindig kell ahhoz, hogy megértsük a jelent, de egy közelmúltbeli lemeznek a címével, az önlemezének a címével kérdezem, hogy milyen most a dallamos közérzete, mi foglalkoztatja mostanában? Mindig foglalkoztat, fölírt témák foglalkoznak. Jobban foglalkoztat a téma, mint én a témákkal. Az igazság az, hogy a rendszerváltás óta nagyon birkózom azzal, hogy nagyon sok magyar vállalat és iparág megszűnt, és emiatt közel 3 millió munkanélküli lett hirtelen Magyarországon. Hogy mi lett velük? Azóta nyugdíjas korúak lettek, és ahogy járom az országot, megtapasztalom, hogy milyen talpra esettek az emberek, hogy keresik a megoldást. Ez az egyik. A másik a költők vonulataival is nagyon foglalkozom, hiszen a 20. század a hetek és a kilencek költők csoportok úgymond hatása alá kerültem, és kerestem a következő nemzedéket, amelyik ugye a rendszerváltás után, a századforduló, azaz az ezredforduló után közép nemzedék néven itt van előttünk, és hát ugye olyan rossz látni, hogy közülük most ment el a 48 éves költőbarátunk, és hát éppen a verseivel birkóztam a hetekben, nem csak az övével, a közép nemzedék költőivel, mert nagyon szeretném őket. Amikor elkezdődött a szocialista realizmus... Bocsánatok, csak hogy akkor néven nevezzük Térei Jánosról. Igen, Térei Jánosról. Csak hogy hirtelen akartam még mondani, hogy Kemény István és a többiek. De szóval amikor a szerencsétlenül járt Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János csoportja, az Újhold nemzedék, alig, hogy elkezdődött a szocialista realizmus, letiltották őket. És azután olyan hullámzóan jöttek a nemzedékek egymás után, és mikor én is eszmélhettem, akkor már ott voltak a hetek és a kilencek, és azóta engem a versek birkóznak le. Szóval most is ezt foglalkoztatja, de igen. Hogyha most a dallamos közérzetből a közérzetet nézem, akkor milyen a közérzete? Nem jó. Nem jó a közérzetem. Izgulok, nagyon féltem ezt az országot, ezt a nemzetet. Mitől? Hogy a közömbösséget választják, akik pedig hirtelen haragúak, azok nehogy ugye, meggondolatlanságot kövessenek el, mint ahogy én is szeretnék néha odaütni, ahova köll, mert előbb-utóbb elegünk lesz abból, hogy furcsa emberek ránőnek a fejünkre, ötleteinket felhasználják, vagy éppen elhallgatják, és látom a tehetséges
embereknek a kínlódását, hiszen nagyon sokan fordulnak hozzám, hiszen a költők őszinte szövegei miatt nagyobb bizalommal vannak irántam az emberek, mint a gyóntató papjukhoz, ahova kb. El sem mennek. És hogyha az első gondolatot, a közömbösséget veszem, és nem az odaütést, a közömbösségtől miért fél? Attól nagyon félek, mert azok elfordulnak a segítőkész helyzetekről, nem találják meg a módját, hogy segítsenek valakinek, vagy nem is akarják megtalálni a módját. A szomszédunkban leszakadt a mennyezet véletlenül, hát egy régi házban lakunk, és egyetlen lakó nem jött oda, hogy történt-e valami baj. Aztán persze később kíváncsiskodtak, kérdezősködtek, hogy látták, hogy nem történt semmi gond, de olyan rossz volt látni olyan hirtelen, mert náluk is előfordulhatott volna, amikor rákérdeztem, de hát ez már megoldódott, azóta jöttek a szerelők és megjavították a hibát. Mielőtt a versek felé fordult, különösen ugye a szegedi években, meg a Paul Beatnek a korszakában, akkor ugye már akkor úgy emlegették egyébként, hogyha kiáll a színpadra, akkor azért az minden csak nem közömbösség, csak pontosan minden jutott eszembe. Hogyan emlékszik erre az időszakra vissza? Hát nagyon sokan segítettek a problémákat, amikor elénekeltem, vagy a problémás helyzetekről írtam dalokat, nagyon sokan segítettek. A televízió, akkor ugye egy televíziócskánk volt, egy szerkesztőség, és voltak, akik kimondottan arra utaztak, hogy de jó lenne, ha az én stábomban muzsikálna, és akkor elmentünk helyszínekre, ahol bizonyos furcsaságok történtek. Például a betonnak 8 napos hét kell, hogy megkössön, tehát ezért locsolni kell. Abban az időben vezették be a szabad szombatot. És akkor a szabad szombattól már nem lehetett locsolni, ezért 2 napra az embereknek munkába kellett állni ahhoz, hogy locsolhassanak, de ahhoz a gépkezelőknek is jönni kellett, tehát több iparágnak kellett egyszerre működni az építőiparban, ezért lefizették az üzemvezetőt, vagy legalábbis azt a munkavezetőt, hogy azokat is állítsák munkába. És egy bátrabb televíziós kis csapattal kimentünk, és utána jártunk ennek, hogy ez hogy is van. Ez időtáj találtam Illuh István Szolnokon élő költőre, aki melósként ilyen dolgokat írt meg rövid kis versekben, és az ő verseivel tudtam illusztrálni ezt a helyzetet. Lehet, hogy pont ez nem tetszett Komócsi nevtársnak, aki ezért nagyon szerette volna, hogy Szegedről elmenjen. Semmi nem tetszett, ami nem úgy történt, ahogy ő szerette volna. Hát igen, a mindenki miskája a jobb embereknek, ugye abban az időben így szólították a háta mögött. Értékes házakat bontatott le Szegeden, hát ezért a helybéliek nem szerették. Amikor elköltöztünk édesanyámmal, húgommal Budapestre, Szegedről, mert választanunk kellett, hogy vagy el, vagy abba hagyjunk mindenféle kritikai tevékenységet, és kiderült, hogy Budapesten van egy egész 100-150 fős szegedi, úgymond összejáró csoport, de Szendrei Karper, Ágai Karolával, építészek és művészek, és olyan jól éreztük, hogy volt egy kis Szegedünk itt. Aztán ez a társaság is széthullott, mert mindenütt vannak besúgók persze. De hogy érezte magát akkor, amikor, tehát egyáltalán ez a döntés, hogy akkor elmegyünk és feladjuk. Nem volt hova hazamenni. Szeged nekem mai napig Szeged. Hazamegyek Szegedre. Most azért izgulok, hogy ősztől klubot akarok nyitni otthon, látod, Szegeden. És abban a házban akarom, abban a művöldési házban, ahol a búcsú koncertem volt. Hogy onnét, ott legyen klubom, ahonnét elköszöntem Szegedről, Szegedtől. Volt már egyébként klubja, ugye hosszú ideig működött is. Hát a Budapesten volt, de volt Törökszent Miklóson is klubom, volt Miskolcon is klubom. Nekem nagyon sok klubom volt. Mi a jó ebben a klub dologban, amit annyira hát szeretem? A
az, hogy a kis életrajzos megjegyzésben ott van, hogy egy szabadiskolát nyitottam, ami 10 előadásból áll, és 500 évről tudok beszélni, történelemről, irodalomról. Korábban persze csak 200-300 évről, vagy napi problémákról még sűrűbben. Ez azért jó, mert ugyanazok az emberek jönnek el, és együtt fejlődünk, együtt változunk. Én nagyon boldog vagyok, hogy tudok változni. Nem ugyanaz a tökfej vagyok, aki tavaly előtt vagy azelőtt voltam, hanem mindig újabb tapasztalatokkal emberesedek, hogy szabad ezt így mondani. És ennek örülök, hogy hagyom magam, hogy megváltozzak. Mert a tapasztalata sokat, sokat jelent. Ez akkor nézzük meg most, hogy milyen folyamat volt a megemberesedés. Idézzük fel egy picit a múltat. Az első magyar Polbeat Fesztivál 1967-es sikerét követően a Halló fiúk, Halló lányok című televíziós műsorban Antal Imre műsorvezető, mármint a műfaj egyik hazai alapítóját köszöntötte Dinnyés Józsefet. Lássuk. Jóska, légy olyan kedves. Téged sem kell bemutatnom a televízió nézőinek, hiszen jól ismernek téged, vigyázz itt a mikrofonra. Legfeljebb nem ilyen szerelékben láttak eddig a fiatalok. Igen, most éppen katona vagyok, és nem változtam, biztos, hogy reméljük, nem változtam. Reméljük, maradtál a régi Dinnyés Jóska. Dinnyés, a gitármat is elhoztam. Azt látom, sőt hallani is szeretnénk. Mit hallunk? Sors Zoltán verséből, Mélység és magasság című verséből egy részletet szeretnék elénekelni. Köszönöm szépen, parancsolj. Hatalmától megrészegült az ember. Játszik, játszik, s a baj csinált, hát hibás az Isten, hibás a másik, hibás az Isten, hibás a másik. És a gyermek felfedezi, hogy lángok kelnek tűztündérkék a gyufaszálból, s a fegyelmező szigortól távol. Gazlag között fészket kerít, csiholja gyönyöre csillagait, s jaj, megkésve csak akkor retten, ha pernyét űz az ég felé a tűz, és húsa után nyúl, pörköli a láng, egy szalmaszál, és felgyúl a világ. Hatalmától megrészegült az ember, didergő csillagok homlokán riadó dörömből, s egymást írtaná, talán puszta kár örömből. Fékezzük meg a kergült agyvelőt. Milyen volt nézni ezt az összeállítást? Az jutott eszembe, hogy ez a vers úgy kezdődik, hogy fejem fölött 6 emelet, álomba révülten horkol, talpam alatt fekete patak, csatorna mormol, ritmus csobog a szennyvíz öblös csövek falán, doktor XY a 4. emeleten most könnyített magán. Így kezdődik. Sors Zoltán egy szabadszájú költő volt, ez az első kötetéből való vers, és nagyon élveztem korai éveimben, hogy szabad verset zenésítsek meg, mert annyi ízt és annyi gondolatot összeír a költő, hogy mindegyikhez lehet keresni valamilyen zenei, úgymond modult, és azokkal meg lehet mutatni a szöveget. Itt katona voltam, és hát nagyon izgulhattam, amikor szerepeltem. Megnyugtató volt, hogy Antal Imre ott van. Egy előző adásban Paulo volt ugye a Halló fiúk, Halló lányok gazdája, és Sándor Györgyel rendszeresen szerepeltünk a Hallóban, és nagyszerű volt. Ugyanis Imre őzött, ugyanúgy, ahogy én is őzve beszéltem, ő Vásárhelyi, én meg Szegedi vagyok. És állandóan levett a lábamról, én meg őt, amikor elkezdtünk őzve beszélni. Persze a büfében, ennek semmi akadály, kimentünk a kamerák elé, akkor na ismételjék meg még egyszer, szólt az ügyelő, hogy mert elkezdtünk őzve beszélni. És sajnos ez a vidéki beszéd, hogy autentikusan beszél valaki egy tájegység nyelvén, az valahogy akkor nem nagyon szerették. Ez olyan, mint a balkezesekre rászólnak, hogy jobb kézzel írjál. Ezt se szerették, meg azt se szerették, és akkor egy kicsit visszakanyarodunk még a Polbeathez, hogy ahogy ön fogalmazott, ön belpolbeatet énekelt, vagy verset, és nem, ez a szó nem külpolbeatet. Igen, ez Baranyi Feri költő találta ki annak idején, hogy
Én azért lettem második általában, mert nem külpolbítet énekeltem, nem belpolbítet. Ennek én örültem is, mert tényleg a hazai dolgokról akartam énekelni. Miért szomorúak az emberek? Vagy minek nem örülnek az emberek? Vagy mitől lennének jobb kedvűek az emberek? Ez nem változott most sem, nem? Igen, most is nagyon sok szomorú ember van, de nagyon sokféle metafora meg tudja őket nyugtatni, vagy éppen erőt ad nekik. Miután egyre több verset énekelek, Zsoltárt énekelek, Zsoltárokban nagyon sok szellemi és fizikai önvédelmi versszak van. Azokat ki lehet emelni. Egyházi közösségekben igen sokszor énekelek. És ott fölhívom a figyelmüket arra, hogy ott van két versszak, azt is énekeljétek, az a szellemi és fizikai önvédelemre buzdít. És akkor tényleg így van. Még a papok is csodálkoznak, hogy na hát észre se vettük, mindig tovább énekelték a szakaszokat, hát meg kell állni. Hát én verséneklő vagyok, másodszorban vagyok énekes, de a zene és a vers mindig ki kell, hogy egymást egyenlítsék. Buda Ferenc volt ez, aki nagyon ebbe az irányba mozdította el, ha jól tudom. Hát inkább Ratko József volt. Buda Feri csak hümmögött, na most ha nem hümmögött, akkor baj volt. Ő nem egy szó. De hogy az ő egyik verse volt az, ami annyira meg... Több is volt. Hát nyilván a Lennék kisgyermek az nagyon nagy vers. Akkor a két asszony, mármint az ő felesége is gyermeket várt, mi az első gyermeket vártuk, és ők asszonyi beszélgetés, hát ugye hát két kismama, aki már egy tapasztalt kismama, egy tapasztalatlan, nem tudom, miről beszélgettek, de mi Ferivel nagyon komolyan egy liter bort megittunk, és megfőztünk egy csirkepörköltet. De a versről beszélgettünk sokat, és amikor szóba kerültek a kortársak, akkor első mondata az volt, hogy ha Nyíregyháza körül jársz, föltétlen menj be Ratko Józsefhez, Nagy Kállóba. De ha Miskolc körül vagy, akkor menjél Serfőző Simonhoz. De ha van türelmed, menj föl az Edelény melletti szalonnára, és ott keresd meg Kalász Lacit. Hát ők voltak az ő barátai. Budapesten meg lehetett találni Bella Pistát, Ág Istvánt, és tulajdonképpen ez a Hetek nemzedéke volt, akik együtt adtak nekem erőt ahhoz, hogy egymás segítve lehet. Szerencsére egy Kapdevó Lóránt nevű kritikus irodalomtörténész összefonta őket saját energiájából, és ők így egymásra találhattak. Amúgy is egymásra találtak már, de hát annyira külön élő életet éltek, hogy lehet, hogy nem lettek volna ők Hetek, hogyha nincs a kritikus. Én már ebbe a kész baráti körbe csöppentem, és ők már szinte hozták magukkal a kilenceket. Mit kapott ezektől a versektől, amiket megzenésített? Mert hogy ugye azt mondja, hogy nem költőket, hanem verseket. Tehát, hogy itt a versekről van szó igazából. Igen. Mint önálló entitásokról. Miután nagyon sok szöveget írok, tehát több száz dalom van, aminek a szövegét is én írtam, azok nem versek. Igen. Ratko Jóska mondta, hogy ezek már majdnem versek, úgyhogy mikor egy százdalos füzetet kiadtam, akkor odaírtam majdnem versek, alatt a dölt betűvel Ratko József. Hát, hogy ezt nem én, nem mondom, hogy vers. Pontosan az, hogyha ők jól megírtak egy témát, és ezt már én is fogalmaztam, akkor az enyémet kidobtam, és az övét énekeltem. És hogyha nagyon jó volt, akkor még az ötletét is kihúztam az emlékezetemből, amit addig én megírtam. Mert nehogy egy rosszabbat írjak, mint az ott. És ezt így kell csinálni. Tehát egy szép házba érdemes bemenni, miért építsek egy ócska kulipintyót? Hát nem legyek oda a szép mondatok közé. Tehát mikor azt mondom, hogy Magyarország temetőföld, posztumusz, humusz, történelme, soha el nem évülő prius, ezeket a veretes sorokat Ratko Józseftől kaptam. És amikor ez a vers nem jelenhetett meg, és akkor mondtam, Jóska, ne törődj vele, én hetente találkozom 10-szer 100 emberrel, ez már 2000 ember, vagy 100 000 lesz majd az év végére, és én is körbehurcolom a versedet, és így más költeményeket is, és annak örülök, hogy sok úgymond kis példányszámban megjelent kötetek verseiből
Hát arany lemezt énekeltem. Hát lemez nem lett sose, de hát én ezt így hívtam. Az én arany lemezem az, hogy évek múlva elmondták értelmes emberek, hogy ha én nem vagyok, meg se ismerik ezeket a költőket. Persze, hát később már megjelentek nagyobb példányszámban, szerepeltek, közszereplők is lettek közülük jó néhányan, és akkor már könnyebb volt nekik. Hogyha viszont a saját műveket nézzük, akkor valahol azt mondta, hogy, és megint egy picit visszakanyarodok, de azért, mert ez is a jelenben mutat, hogy a Karrier című szám, hát amivel nagyon ismert lett, és aminek a szövegét egyébként nem ön írta, vagy nem egyedül ön írta, azt mondta, hogy évekkel később jött rá, hogy abból valami hiányzik, és hogy mindig annak az utolsó előtti versszakát akarta megírni, megírta? Nem. És nem nyúlok bele. Mi az az utolsó előtti? Igazából most éppen összeállítottam, nagyon sokat járok börtönbe, és vannak Átok Zsoltárok. Az Átok Zsoltár az, amiben Dávid király, a Zsoltáros király, kéri az urat, hogy így és így bánjunk el a gonosszal. De nagyon kegyetlenül, tűzhaláltól kezdve borzasztó kegyetlenséget kér az úrtól, hogy őt segíts ebben. Persze most a legsúlyosabbat kérte, amit most idéznék, ha idéznék, de a végén ott van, hogy de a gyöngéknek, az elesetteknek te mindig segítesz és vigyázol ránk. Tehát ott van ez a békességet váró gyönyörűség. Na most, amikor én elmondom a sok rosszaságot valamiről, például a karrierista emberről, ami születéstől halálig, mi történik vele, hát halál előtt miért nem bánja meg? Tehát ott legyen, hogy de te gyöngéket miért bántod, barátom? Vagy valami ilyesmit kéne beleírnom, és akkor olyan lenne, mint az Átok Zsoltár. Uh-huh. Most miután én börtönökbe megyek, és ott sok megtévedt ember van, és vannak vétlenek is, talán meg nem is, mindenki vétlen különben, amikor szóba kerül a bűn, akkor elmondom nekik, hogy itt van ez a bűnös, ez a Dávid, ezt is ezt akarja, amit ti is elkövettetek, amikor nehéz helyzetbe kerültetek, és azért lettetek bűnözők. Aztán van, aki rászokik erre, vagy szenvedélyes gonoszság lesz rajta, és de a gyöngékre vigyázzatok. A gyöngék, de vigyázzatok, nehogy őket bántsátok. És hát szóval ezzel csínyán kell bánni, bízom benne, hogy hasznos lesz. Azért itt hagy szúrjam közbe, mikor megkérdezem valakitől, hogy mennyi ideig tartott az a balhé, ami miatt most itt hagy. És akkor kiderül, hogy 10 perc. Hát miért nem vettél egy újságot? Hát 10 perc alatt még az újságot se lehet végigolvasni. És akkor most itt van. És mennyit kaptál érte? Azt mondja, 5 évet. A 5 év alatt hány újságot lehet kiolvasni? Nincs is annyi újság. Hát, bár ilyen egyszerű lenne a megoldás, minden esetre nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést. A 70-es, 80-as évek fellépéseinek bensőséges hangulatát örökítette meg a Dal tulajdonos című Dinnyés Józsefről szóló dokumentumfilm. Most ebből következik egy részlet. Elmondok soronként egy verset. Ezeket a szavakat én is tudtam, csak nem tudtam ilyen sorrendbe tenni. Ezeket a szavakat mindenki ismeri, aki beszéli anyanyelvét. Tehát a vers soronként elhangzik. Aki ugyanígy gondolja, hogy a költő gondolta, mondja utánam azokat a sorokat. Rendben van? Nagy László, adjon az Isten! Adjon az Isten szerencsét! Adjon az Isten szerencsét! Szerelmet forró kemencét! Szerelmet forró kemencét! Üres vékánba gabonát! Üres sékámba árva kezembe parolát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot ne kelljen korán az ágyra hevernem, lámpámba lángot ne kelljen korán az ágyra hevernem. Kérdésre választ ő küldjön, kérdésre választ ő, hogy hitem széjjel ne dűljön, hogy hitem széjjel ne dűljön. Adjon az Isten fényeket, adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, temetők helyett életet. Nekem a kérés nagy szégyen, nekem a kérés nagy szégyen. Adjon úgy is, ha nem kérem. Adjon úgy is, ha nem kérem. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet forró kemencét, üres fékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot ne kelljen korán az ágyra hevernem.
kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széllyel medüljön. Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet, nekem a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem. Szétdőlt valaha a hite? Hát néha megbicsaklik a hit, mert nagyon nagy a nyomás. Nagyon nagy a nyomás, főleg amikor azt látom, hogy értéktelenebb dolgok jutnak előnyhöz, és akkor kicsit elszomorkodom. De aztán rájövök, hogy én megmaradtam, itt vagyok még mindig, és már nincsenek sehol. Szoktam azzal vigasztalni magam, hány művelődési miniszter volt, mióta én élek. Utána édesanyám könyvtáros, hát őnek ugyanazok voltak a főnökei, mint nekem. Hát, hogyha a művelődési tárcát veszik munkaadónknak, és akkor azt mondja, hát bizony fiam, hát ez akkor megnyugtat bennünket, hogy ők már nincsenek ott, és mi már itt vagyunk. Ideológusokkal, vagy ideológia által vezényelt szakértőktől nagyon hamar meg lehet válni. Uh-huh. Ugyanis ők levetik ezt a kabátot, és egy másik kabátot vesznek föl. Nekem már volt sok olyan úgymond megbondó emberem, aki sokféle párt színben tündökölt, már a Kádár rendszer során ott volt az utasítgatók között, és aztán mindig megtalálták a munkahelyet, ahonnét beleszólhattak a dolgaimba. De hát átmegyek a másik oldalra, és kész. Nem hagyok nekik támadási felületet. De még mindig röplapokat énekel? Ugye ennek megvan a maga története, egyszer Cseh Tamással együtt lépett fel, és akkor ennek kapcsán... Ez egy buta zenész. Nem is a zenészeket figyelő kotnyeleseknek a vitája, főleg, hogyha hangos lesz, és sokak előtt. Összesodródtunk egy pódiumon Debrecenben, és ott énekeltünk, és most... Hogy csináljunk? Te is énekelsz egy fél órát, meg én is. Mondom, nem, mi lenne? Én is egyet, meg te is egyet, és mint a szarmak azzal egymás után. Hiszen én olyan klubéletben éltem a szakmámmal, a verséneklőkkel, ahol ezt játszottuk, hogy te is egyet, én is egyet, te is, és akkor körbe, ez a nóta körbe jár, van ilyen tábortüzes játék is. Hát mi ketten járattuk magunkat, és akkor... elkezdtek vitat, melyikünk a jobb. Hát szörny, mi nevettünk a legjobban, hát hogy melyikünk a... Most hát kérdezzük meg a lányokat, mondtam én viccesen, Cseh Tamás, hát ki iszik többet, ki bírja jobban a bort, vagy hát mire vagytok kíváncsiak? Erre kiderült, hogy a műfajban melyikünk a súlyosabb. És akkor valaki ügyesen közbekiabált, nem veszitek észre, hogy... Cseh Tamás leveleket énekel a dinnyi és meg röplapokat. Hát ugyanis egy olyan műfaj, amiben Bereményi és Tamás színpadi pódium művészetével a polgári társadalom és az akkori világnak a képeit mutatták föl. Szó szerint egy hatalmas leporellót énekel Tamás ízlésről, társadalmi helyezkedésekről, állapotokról, és ezek ilyen vezércikkekké, természetesen muzikális és költészeti vezércikkekké merevülhetnek. Nekem meg mozgósító szövegeim vannak, ugyanabból a helyzetből, mozdulj ki, barátom, és akkor nekem ezért röplapos a dalom. De még igen, akarom. Most például minden választás idején arról énekelek, hogy miért higgyek azoknak, akik tönkretették az ipart, miért higgyek azoknak, akik füllentenek adatokkal, és miért higgyek olyanoknak, akik később kiderül, hogy nem bízhatok meg. Ez persze van ószövetségi Zsoltár szöveg is, tehát összetudom igazítani a kettőt. Igen, elébe vágott, pont azt akartam kérdezni, hogy most mi állna a röplapon, és azért idéznék a múltból, azt mondta ugye még a rendszerváltás előtti idők kapcsán, hogy nem azért protestáltam, hogy a művük összedőljön. Azért küzdöttem, hogy bennünk ne épüljön hasonló szerkezet, ne falazzon be a félelem antikőműves kelemenje. Hát bizony. Most is befalaszhat?
Bizony, nagyon-nagyon sokan. A betagozódás veszélye. Látom a felnövekvő nemzedéket. Tehát most már vagyok annyira idős, hogy több korosztályt végig tudtam követni. Ki hogyan tagozódott be a társadalomba? Egy Király Zoltán, aki árva gyerekként felnő Kiskunfélegyházán, majd a magyar szocialista, kommunista, ifjúsági, meg mindenféle, tehát a rendszernek a pártmunkásaként kultúrával foglalkozik, az ifjúsági kultúrával foglalkozik, és szeme előtt pereg le az a hatalmas változás, ami a színházi életben, a hazafias népront életében. A tanyákat föl akarják számolni, és részt vesz abban a munkában. Ne számolják föl a tanya világot, Bács-Kiskun megyéről van szó, míg más megyékben sikeresen számolták föl a tanyarendszert, és egy nagyon kiváló ember lett, riporter lett belőle, országgyűlési képviselő, és végül hősként jött ki abból a falból, amit le akart bontani a, mondjuk a szabad könyvesek hálózata, vagy a szabad kezdeményezések hálózata, vagy bármilyen, akármilyen kezdeményezés. Tehát vagyunk hősök, tehát mi vagyunk a Gulliverek, mi vagyunk a Svejkek is egyben, mert az néha bolondságokat is elkövetünk, a túlélés kedvéért. A túlélést említette, és ugye ez is egy érdekes történet, hogy 20 év, gyakorlatilag 2 évtizeden keresztül húzódott az, hogy saját nagy lemezzel legyen, ugye nem, bár megígérték, de egyszerűen nem adták ki a nagy lemezt, tehát ehhez kapcsolódik ugye a Mennyit szólsz, haver, jól mondom, hogy ez volt a, hát, ez volt a kérdés előtte, aztán hát menjél meg a politikai. A segítők részéről voltak ilyen Mennyit szólsz, haver. Hát, vagyis, hogy mennyit fizetsz azért, hogy igen, hát, megjelenhessen a lemez. Igen, de hát látták, hogy ezzel nem lehet. Először is nem volt miből adnom. Így kezdődik. Ha tudtam volna adni, sem akartam volna adni. De boravalót szívesen adok pincérnek, taxisofőrnek. Mert azért mégis az a kis plusz, az jó jön neki. Ma is kaptam egy csomagot a postásnak, adtam egy 100-as, mert hát mégiscsak elhozta azt a borítékot, ami nagyon vártam. Itt nem ez volt a gond, hogy nem volt, aki segítsen ahhoz, hogy megjelenjen. Ha nem volt meg a hanglemezgyártó vezetésében a bizalom, hogy ez az akaratos műfaj, amit én röplaposnak mondanék, ennek helye van egy társadalomban. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy egy társadalom kritikának nincs helye egy művelt társadalomban, akkor az nem művelt társadalom, hanem művi társadalom. Uh-huh. És hát ezt ők érezhették. Miközben popzenészek és rockzenészek a kőkemény őszinteség, haver, megyünk előre az úton, és gyere velem, mint ahogy némelyik popzenészek ilyen világmegváltó cselekedetekre húzdítják a tinédzsereket, és aztán elhullanak, mint az őszi légy, akár a közönség, akár ők is, és én meg még mindig itt vagyok, és hozom a szép szót, a tiszta beszédre buzdítom őket a dalaimmal. Nem lehet ezt lefékezni, mert ha egyszer kinyílt egy ilyen szövegzsák, akkor annak meg kell maradni. Innen folytatjuk a beszélgetést. Bob Dylanre utalva Antal Imre találta ki a Bob Dinnyés elnevezést. Dinnyés József egy szál gitárral és szájharmonikával kísért előadói stílusáról mondta mindezt. Most a Mit fúj a szél című Bob Dylan-dal következik Dinnyés József előadásában. Hányszor kell nézni fölfelé, hogy előderengjen az ég, és meddig füleljen, aki csupa fül, hogy meghallja jajgatnak itt. És hány újabb hulla többenti rá, hogy hullákból most már elég. Ha válasz kell, hallgasd, hogy mit fúj a szél, csak hallgasd, hogy mit fúj a szél. Ah!
hány év, míg tengerbe porlik a hegy, míg kő a kövön nem marad. Na és hány évig bírják még az emberek, hogy szabadnak lenni nem szabad. Na és hányszor lehet még, hogy félre néz az ember, a színleli vak. A választ kell hallgass, hogy mit fúj a szél, csak hallgass, hogy mit fúj a szél. Elárulom, hogy közben itt nagyjából végig is énekelte ezt a dalt közben. Mi jutott eszébe? Hát az, hogy Barna Imre nagy feladatot teljesített, hogy nagyon-nagyon sok Bob Dylan verset lefordított, és hát ez Barna Imre fordítása volt, és olyan dühös lett rám, mert én a Bob Dylan kazettát sikerült kiadatnom, és a hanglemezgyártóval, és ezt nem fújt el a szél, tehát hogy engem nem fújt el a szél. És azt mondja, miért ezt a címet adtad neki? Ez nem jó cím. Hát, mert én nem Bob Dylan vers címet akartam adni, és ugyanis én azt kerestem Dylanben, a Robert Allen Zimmerman, hogy maradjunk a polgári nevénél, ha ő ide születik, egy lipótvárosi gyerekként fölnő itt köztünk van, és Oroszi Péterrel együtt jár egyetemre mondjuk, vagy Brodyval, ugye ős, ugye verskedvelők mind a ketten, akkor ő belőle mi lett volna? Itt ő is az építőtáborokban jár, mint én, vagy egy popzenekar csinál, mint a Brody, és akkor írja bölcs szövegeit? Ez nagyon izgalmas ez a kérdés. És mire jutott ezzel kapcsolatban? Az, hogy kiválogattam a sok-sok szövegből azokat a fordításokat, amelyeket itt is megírhatott volna. Uh-huh. És nem amerikanizmusokkal, és ottani életformának a... Tehát vannak bizonyos szövegek, amelyeket megértek, persze, hát nem vagyok én bolond, csak ahhoz az amerikai életformát regényekből ismerve, uh-huh. vagy filmekből ismerve, föl tudom fogni, ez ott történt, ott valós helyzet, de itt nem tudom elképzelni. Mindig ez a fajta, ugye Bob Dylannél is ugye ez az egyszer gitáros, egyszemélyesség jellemző, mindig ez érdekelte önt is? Soha nem fordult meg, hogy... Hát nem, nagyon sokszor. Volt kisebb, nagyobb csoportom, volt egy trióm, Tolcsvai Béla, amikor egyedül maradt a két kísérő zenészével, hármasban muzsikáltunk. Igen, de azért ezek elhanyagolható periódusok. Hát egy-két év nagyon jó kis hangfölvételeket készítettünk, akkor egy folkos bandát is csináltam, aztán egyszer csak úgy összeültünk hülye haverokkal, hogy na most ne sörözzünk, hanem gitározzunk egy kicsit, és lemez lett belőle. Aztán az egyik őjük közülük rábíztam a hangszerelést, tehát te vagy a legügyesebb, akkor te hangszereld az én dalaimat, és valóban ügyesen megcsinálta. De hát ezek baráti történetek. Egy zenész mindig szereti a társas muzsikálást, de az, hogy nekem a társaim a költők, nekem egy 300 tagú zenekarom van. Hát közel 300 költőt lénekelek a 16. századtól máig. Igen, hát körülbelül 43 órányi zeneanyag az, ami, hát, ha jól tudom, de már talán annál is jóval több. Jóval most, több, hogyha kiraknánk a lemezeket együtt. De hát ez már inkább adatbázis, mint hogy meg ezt türelemben nem lehet meghallgatni. És gondba vagyok most nem sokára, Rába Györgynek egy szobrát avatjuk itt a 13. kerületben, aki itt élt köztünk, és megkértek, hogy énekeljek verset. És hát természetesen a párizsi béketárgyalások után írt egy verset, amit 62-ig, 47-ről van szó, 62-ig egy sor nem jelent meg a költőnek. Hát ez is a holnapi naphoz eléggé kötődik, hiszen a párizsi béketárgyalásokon ismét a trianoni határokat rögzítették nemzetközi papírokon, és az akkori delegáció meghozta a hírt, Boldizsár Iván volt az egyik
küldöttségi tag, és hozta a hírt, hogy bizony a trianoni határok maradnak, és hát nem lesz nagyobb Magyarország egy centivel, egy négyzetcentiméterrel sem, és Rába Györgynek ezt a versét fogom énekelni a szobor avatáskor, ha Isten is úgy akarja, és ha holnapi nap, amikor összejövök a barátaimmal, akkor megint csak így fogunk emlékezni, hiszen évforduló lesz. Mindig azt mondja ezzel a témával kapcsolatban egyébként, hogy az a megoldás, vagy az az egyik megoldás, hogy az ember úgy gondoljon erre az országra, vagy a határaira, hogy a kultúránknak, vagy a magyar nyelvnek nincsenek határai. Igen, nekem volt egy pinduri kis dalom, amit lecenzúráztak az első lemezőmről, a határtalanul. Határtalanul szeretném hazámat, vagy a korabeli kis rigmus, amit a szomszéd átment a szomszédba, most tehát ugyanott van. Hát végre kimondhatod, váratod soká, van honnan szökni, de nincsen hová. Tehát a Kárpát-haza az egy egységes kultúrát képvisel. Akárhova megyek, mindenütt jó napottal köszönnek, és viszontlátásra mondják, és szeretik, hogyha felekezetük szerint is köszönök, hogy dicsértessék, vagy pedig áldás, békesség, de hát, vagy salom, mint Kolozsvárot is. Párizsi utcában mentem egy barátomhoz, Kolozsvárot is, és benézek, hát egy zsidó étterem volt benne. Kiderült, hogy az idős hívőknek konyhát tartanak, és beköszöntem, hogy salom, és akkor még egy fiatember kinézett, mondom, salom everybody, és akkor jót nevettek, és behívtak ebédelni, és attól kezdve a Kolozsvárot jártam, ott ebédeltem mindig, és remek, remek társalgók voltak, és miután én ószövetségi zsoltárokat énekelek, hát meg is hallgatták. De hát ez egy ilyen műfaj, muzsikálni őszinte szép versekkel, díszítve a gondolatokat, ahol nem lehet belebotlani semmiféle értelmi akadályba, mert minden érthető és egyértelmű bizonyos tekintetben. Olyan verset kell énekelni. Persze diákoknak szoktam viccelni, hogy... A szabad iskolában, amit alapítod? Hát ez az igazi diákoknál, hogy aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján. Hát egy sármánynak nincs fuvolája, hát ő csiripel, sípoló hangot ad magából. Szóval Vörös Sanyu bácsi azért futrobog a kicsi kocsi, benne ül a haragosi. Ki az a haragosi? Szóval ezek a játékok ott vannak a nyelvben, de hogyha a játékot nem domborítjuk ki dallammal együtt, akkor elsiklik az ember. Nem véletlen, hogy Kodály Zoltán Vörös Sándort kérte föl a Bicinium Hungaricum dallamaihoz szövegírónak. Tehát ez egy össznemzeti játék. A nemzeti kincsünk a nyelvünk. Talán a legfontosabb kincsünk az anyanyelvünk. És a mi anyanyelvünk, ha elsikkad, akkor a dallama, a zenéje is elsiklik. Olyan jó érzés, amikor megtanultam, vagy megtanulhattam a tájnyelveket beszélni. És amikor még sokat utaztam vonattal úgy, hogy keresztül kasul az országban, és jöttek az utasok velünk, és akkor ültünk unalmas, hosszú vasút után, és akkor elkezdtünk beszélgetni. És megmondtam, hova valósi. Jó, hát maga nem Debrecenbe fog leszállni, maga fölmegy egészen Nyíregyházán, és maga át is fog szállni. Valamerre. Hát igen, Szalkának amúgy. Persze, hát Szalkán. Mert a beszédből kiderült, hogy ő szabolcsi, vagy nyírségi, vagy nem, hajdúsági. És akkor már is jó. És ez egy gyönyörűséges dolog, hogy Magyarország nyelvtörzseit tudom hova tenni, és így tanultam meg az adventi énekeket, minden tájegységről elkölcsönöztem az adventi énekeket, és gyönyörűséges. Ez a mi... A történelmünk kincse az anyanyelv. Mi mást kívánhatnék akkor, mint sok ilyen kincset, dalt, verset, és köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélgettünk mindenről. Áldás, békesség a nézőknek. Önök az Ez itt a kérdés látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, valamint követhetnek minket a Facebookon is.
99 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot. Milyen egyéb következményei voltak és vannak jelenleg is a versailles-i Nagy Trianon kastélyban aláírt békének? Erről beszélgetünk történész vendégeinkkel az Ez itt a kérdés következő adásában. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!